Veprik Róbert elmondta, a nyitás hétvégéjén a Vadasparkba viszonylag kis számú látogató érkezett. Ez két dolognak tudható be, az egyik, hogy nem volt elég idő meghirdetni a lehetőséget, a másik pedig, hogy védettségi igazolványhoz kötött a belépés. A kormány előírta azt a területileg, hogy a Szegedi Vadasparkba is vitt már az Örösök közintézménybe, kizárólag védettségi igazolványjal lehet 18 éves kor fölött belépni. Csak azokat engedhetjük, akik ilyen igazolványra rendelkeznek, illetve szerbiai, Montenegro és a szlovén védettségi igazolványt is elfogadhatjuk ilyen jogharmonizáció keretein belül. Sajnos azt nem elmondunk, mert elfogad, hogyha valaki az oltására hoz egy igazolást, mert az a védettségkártyát egyértelműen jogszabály elvárja, hogy legyen. Az igazgatót arról is kérdeztük, hogy az intézmény területén milyen szabályokra kell odafigyelniük a látogatóknak és az alkalmazottaknak. A Vadaspark történet a maszkhasználat után elmentek, mindenki védett a igazolványa, de a maszk viselése nem kötelező, viszont mi a zárt terekbe kérjük, hogy aki teheti viselje maszkot. Igazából a kollégák közül, akik nincsenek beoltva, azoknak maszkba közlekedhetnek, ez ilyen zavar szabályozza teljes mértékben. Mint elhangzott, a Vadaspark gyűjteménye igen tekintélyes. Jelen pillanatban 260 állatfaj 1100-1200 egyedéről beszélhetünk. Igaz, hogy amíg zárva tartottak, addig a talpon maradás volt az elsődleges feladat, ám ezen idő alatt számos fiatal állat született, így mégis tudnak újdonságokkal szolgálni. Veprik Róbert elmondta, ebben az évben is készülnek táborral, hetente 30 gyermeket tudnak foglalkoztatni. 10 turnust hirdettek meg, de ezek nagyon hamar beteltek. Az igazgató úgy fogalmazott, most vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a létszámot kitolják 45 főre, így azok is jelentkezhetnének, akik az első körben lemaradtak. Ez persze csak akkor lehetséges, ha az egészségügyi és járványügyi intézkedések ezt megengedik. Újdonság, hogy a táborokba idén csak is interneten keresztül lehet jelentkezni, és a fizetés is csak online formában megoldható.